szeretettel köszöntetek titeket. Örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk. Az lenne egyfelől a kérésem, hogy tegeződjünk mindenkivel, ha lehet. A másik, hogy ha valaki valamit nem ért most ebből a szövegből, amit mondok, tegye fel a kezét így előadás közben, és akkor szólítom és kérdezze meg. Megpróbálom elmagyarázni röviden az alapdolgokat. Az életem úgy alakult az elmúlt 11 néhány évben, hogy szabadúszó lettem, és a szabadúszás abból állt, hogy szinte minden héten tavasztól őszig felkérésekre, az ország legkülönbözőbb tájaira, helyeire kellett elmennem, és ott valamilyen szaktanácsot, permakultúrás szemléletű konzultációt, tervezés kellett végrehajtanom. Annyit mondhatok néhány általános dolgot, hogy legtöbbire, vagy a legtöbb kérdés a kertészeti szakmai dolgokról szólt a permakultúrán kívül, és hát ilyenekről, hogy melyik fát hova ültessem, ültessek egyáltalán ezen a helyen konkrétan, hogy milyen fákat lehet érdemes ültetni, és hát valahogy közösen létrehoztunk valamilyen permakultúrás szemléletű kert elrendezés. Legtöbben már valamilyen elképzeléssel jöttek, hogy nagyjából így vagy ezt így és ide szeretné tenni, a véleményemet kérdezte. Hát többnyire egyetértettem. Aztán volt olyan, hogy nem értettem egyet, de hát akkor is ő a tulajdonos, hogyha ház északi oldalára akarja tenni a falat, hát akkor tegye oda, mert az alapvetően a déli oldalra való. Így történt, most ezt a berceli tervet már azzal a számítással is készítettem, hogy ennek a készítési módját valahol elő kell adnom, mert már ilyen irányú kérdések is jelentkeztek. Úgyhogy megpróbálom nektek bemutatni, hogy hogy is mentek bent ez a folyamat. Hát az első az, hogyha az ember azt mondják, az ember megkérik, hogy menjen el valamilyen kis községbe, hogy megnézzük, hogy hol van a térképen. Erre egy autós térkép tökéletesen megfelel. Nekünk van egy régi, hát már csak erre használom, de könyv formátumú autós térkép, ezt használom erre a célra. Érdemes az autós térképen a környező községeket is megnézni. Számtalanszor előfordul, hogy ott vagy a környéken már jártam, és akkor azt mondtam, figyelj, itt a szomszédodban van ez a koma, megadtam a elérhetőségét, a kapcsolatot, aztán fölvették-e, vagy nem tudom. Aztán érdemes megnézni, hogy hát én vonattal közlekedem, hogy van-e ott a közelben vasútállomás, akkor erdők, patakok, folyók, ezek mind halastó, ez mind olyan, ami a permakultúrás terv megvalósításához szükséges forrásokat, itt tóvíz a halastó beoltására, akkor erdőben növények, vagy legelőn,
vagy sziklagyepben növények, amikből magot lehet szedni, vagy azt mondom, hogy ezt telepítsed a saját kertedbe, ahol lehetőség volt, ott elmentünk a megbeszélés után is, itt Bercelen is, és elmentünk a közeli erdőkre, megmutattam azokat a növényeket, amiket hát ajánlott, hogy használjon, telepítsen. Na most ez a két vonal pedig arra való, hogy olyan térképen, majd lesz olyan térkép, ahol nincsen semmi más viszonyítás, csak az országhatár, mondjuk egy folyónak a görbülete, és semmi más, azon is meg tudjam határozni pontosan, hogy hol van az adott hely, majd mindjárt elmondom, hogy miért, de előbb nézzük meg ezt a helyet, a Google Föld mesterséges hold által készített képen is. Itt ezek a kis kék négyszögek, bocsánat, ezen már körök vannak, végig voltak négyszögek, ezek fényképeket tartalmaznak, tehát ha rákattintasz, akkor egy fotót is látsz a környékről, mondjuk a községházáról, vagy a templomot fényképezték, akkor nem sokat, gyakran fényképeznek tájat, és abból a növényzetről már valami elképzelésed van, hogy milyen is az a vidék. Aztán közelítve ezt a mesterséges hold képet, ez itt nagyjából a terület, ami Bercel határában van, ez maga a község. Itt látjuk ezeket a sávokat, elhagyott gyümölcsösök, szőlők, és valószínűleg, már így az ember látja az elején, hogy ez is az volt, de most egy ilyen száraz domboldal, amin csak birkák legelnek. Látható, hogy itt valamiféle közlekedés van, ilyen kitaposott földutak, vagy még, meg itt van ez utólag kiderült, hogy egy elég rossz állapotban levő köves út. Az már a felmérésen derült ki, hogy ez az erdőfolt gyakorlatilag szakadékban van, hát egy akác, meg hozza, meg ilyesmi lőtt benne. Közben mondom azért, amit már a terepbejárás alkalmával is látunk, és itt van maga a terület. Na most a következőben pedig bemutatnám azt, hogy hogyan készítek egy használható, ezt adjátok, körbenézitek meg, mi van benne. Azt demonstrálja, vagy azt látjátok a papírokon, amit most én el tudok mondani. Mindig kérek a delikvenstől egy földhivatali térképet, és kérem, hogyha tudja, adja meg a Google Föld koordinátáit, tehát a helynek azt a koordinátáit, amin a mesterséges hold által készített térképen meg tudom találni. Hát először nézzük a földhivatali térképet, azon a határok jól megvannak. Utak be vannak jelölve, na most ha ilyet látunk, az elég kellemetlen az illetőnek, mert sajnos akkor a jövő menő átmenő forgalmat át kell engedni a területén. Látjuk, külön helyrajzi száma van ennek is. Hát ez így első ránézésre elég kellemetlennek látott. Na most itt már közre adtam ilyen leforelló papírokon a számítógép képernyőjére ráteszek ilyen elég jó átlátszó papír, és szépen körbe rajzolom a területet, és néhány szintvonalat is belerajzolok, itt jól látszik, hogy errefele délkeleti irányba lejt a
terület ebbe az irányba, pedig délnyugati irányban. És hát azokat a dolgokat rajzolunk bele, ami hát releváns lehet, nyilván minden szintvonalat a rajta levő számokkal nem rajzolunk bele, csak jelzem, hogy melyik irányba legy a terület. Tehát megvan ez az átlátszó papírra elkészített térkép a papíron. Ezt aztán ráteszem a Google Föld térképre, szintén a számítógép képernyőjén dolgozom, ahol pedig megvannak a visszalépek, megvannak, a, hogy hol van fa, leginkább az erdők voltak érdekesek ezen a térképen, más nem nagyon van rajta, de a fontosabb tereptárgyak elérhető rajta. Hogy mi ennek a célja? A leghosszabban tartó munka, hogyha egy területet felmértek, ha nincs térkép róla, vagy hiányos térkép van róla, az, hogy akárhogyan távolságméréssel egy többé-kevésbé mértékarányos, tehát léptékarányos térképet kap róla a rajta levő tereptárgyakkal. Ez borzasztóan, azért borzasztóan fontos, mert ha ezt nekem ki kellett volna mérni lépéssel vagy mérőszalaggal, más nem igen adódik, akkor az egy talán egy fél napot biztos elvett volna a munkából, így pedig készen van nekem egy térkép, amire amiben benne vannak a Google Föld által szolgáltatott adatok, itt két fa, itt egy erdő, és benne vannak a hivatalos térkép által rajzolt adatok, adott adatok is, ez az út. Na most, igen, itt mondom el, hogy a terepjárás bejárás alkalmával kiderült, hogy ez az út gyakorlatilag nem létezik, meg ez se. Birkák használják egyedül, azok is alig. Tehát tulajdonképpen ez az út megszűnt, ez a kliensem számára egy nagyon, nagyon jó hír. Na most jön az a része a felmérésnek, ami ezeket a viszintes, függőleges vonalakat berajzoltam. Nagyon fontosak a klimatikus adatok, és minél pontosabban látjátok, ez itt Magyarországnak az évi középhőmérsékletét ábrázolja. Van a Meteorológiai Intézetnek egy kiadványa 2003-ból Magyarország meteorológiai atlasza. Nem hiszem, hogy meg lehet már kapni, vagy még kapni, de van egy olyan, hogy Vetera. Ezen használt régi könyvek, a fiaim olyan régi szakkönyveimet szerezték meg újra, amik másképpen nem beszerezhetünk. Az volt a karácsonyi ajándékom, hogy a Nagy Béla disznövénytermesztés című könyvét a régi egyetemisták biztos ismerik, akik ide jártak egyetemre. Nos, tehát vagy pedig jó lenne még újabb, mert azóta több meteorológiai állomást létesítettek Magyarországon. Nos, tehát az autó térképen megállapítottuk, ezt nem mondtam elnézést, hogy ez a függőlegesen Berczel, itt ahol az ország határa fölfele kanyarodik, egy kicsit előtte függőlegesen itt húzok egy vonalat, azon van rajta Berczel. Itt pedig a Szentendrei sziget fölött, ahol a Duna kanyarodik, szintén fölötte valamivel van viszintesen egy vonal, és a kettő kereszteződésében van Berczel.
itt csak rók, vagy mintaképpen a saját területenek is megcsináltam ugyanígy, hát ezt már kívülről tudom, mert én a saját területemen mind a napi időjárási adatokat, mind a éghajlati adatokat nagyon alaposan átnyálasztam. Nézzétek meg, itt kanyarodik egyet a Tisza, és itt van az agyva. Ha ennek a Tisza kanyarnak a közepétől húzunk vízszintes vonalat, és a Zagybától pedig rámérjük erre az egyenesre a, ennek a kanyarulatnak a hosszúságát, ott van rádiószerek. Na most éghajlati adatok. Hát természetesen a két első az évi középhőmérséklet és a évi csapadék. Hát ez a minél vörösebb vagy sötétebb vörös, annál melegebb, tehát annál magasabb az évi középhőmérséklet, a sárga és a kékes, az pedig a hűvöset jelenti, a magas hegycsúcsok ilyen zöldeskék színűek. Tehát megnézem, most Bercellről van szó. Hát egyébként ezt tudja is az ember, hogy Nógrád az egy elég hűvös vidék. Itt ki is jön, hogy hát én így szoktam ezt nézni, nem satszolom meg, hogy most ez hány fok lehet, hanem ezen a skálán, amit itt látunk, a pirostól mondjuk a sárgáig, vagy a zöldesig, hol helyezkedik el az a hely, hát azt mondanám, hogy az évi középhőmérséklet az ország nagy részénél alacsonyabb. Ez egyben a növények körében is van egy ilyen skála, vannak hidegtűrő növények, ilyenek a bogyósok klasszikusan, a zöldségfélék közül a káposztafélék, a levélzöldségek, saláta, borsó, ilyeneket jól lehet termeszteni. Viszont szőlőt az csak hát nagyon meggondoltan, majd aztán a terepfelmérésnél ez módosulni fog, majd elmondom, hogy miért. Az alap minden esetre az, hogy egy viszonylag hűvös területre kell gondolnunk. Na most az évi csapadék. A sárga az a száraz, a szájos, én nekem mindig tápiószele a kályha, ahhoz hasonlítok minden más, tehát amilyen állapotban vannak nálam a növények, vagy mennek, szeretnek a növények, ahhoz képest mi van a kérdéses területen. Hát nem sokkal több csapadék esik, legalábbis a meteorológiai adatok szerint, nem sokkal több csapadék esik Bercellen, mint az Alföld nagy részén, tehát ebben a tekintetben és inkább a szárazabb részei felé tart az országnak a terület. Úgyhogy egy kicsit, hát azt mondanám inkább, hogy az öntözéssel mindenképpen számolni kell. A növények mindig a szélsőségre a legérzékenyek. Nyilván nem nézek ki ebből a könyvből 100 klíma adatot, hanem csak négyet. A kettőt már elmondtam, az évi középhőmérséklet és az évi csapadék. Ez azt hiszem mindenki számára érthető, hanem az, hogy átlagosan milyen a leghidegebb nap télen, arról szól ez a meteorológiai szakkifejezés, ami itt van. Kicsit faramucinak tűnhet egy laikus számára, szóval arról van szó, hogy átlagosan mekkora hideget várhatunk egy télen. Hát ezen a télen, ezen a szempontból Bercell is, meg tápiószele is, ha nem is az élen jár, de hát elég hidegtelű vidékek. És ami ezzel együtt jár, a tavaszi fagyok és a nyári páralecsapódás.
ugyanis a hideg ott alakul ki, ahol a lefelé gyűlő, összegyűlő, a hideg, éjszakánként a, hideg, a levegő összegyűlik ilyen, mint egy nagy tócsánk van a völgyekben. És minél mélyebb az a völgy, annál hidegebb lesz. Ezek a leghidegebb, tehát 20 fok alatti minimum hőmérsékletű vidékek mindig a hegyeknek az északnyugati lejtői vannak, és a meleg, a szög például, ahol a szőlő, vagy a mandula szeret lenni, meg általában a gyümölcsfák, az pedig a délkeleti lejtőkön, így figyeltem. Ugyanez látszik a mecseknél is. Itt van valahol zengő, az északi lejtő majdnem olyan hideg a mecseknél, mint Borsod, a déli lejtő pedig közismerten egy szubmediterrán meleg éghajlatú vidék. Na most, azért nem minket tehát nyáron, trápió szerint például, amikor 35 fok van, és olyan 30% körüli relatív páratartalom, tehát száraz a levegő, éjszakánként minél jobban lehűl a levegő, annál inkább kevesebb víz fér bele, tehát a hideg levegőből, ahogy hűl a levegő, kicsapódik a víz, és minél jobban lehűl, annál több csapódik ki, és ez pedig a gombabetegségeknek kedvez. Paradicsomra gondoljatok, akinek volt már paradicsoma, az látott már alternáriás paradicsomlevelet, ilyen barna foltok lesznek a paradicsom levelén. Ez egy nagy árok ott, ahol hát, szeretnénk paradicsomot termelni. Tehát ezek mind korrelációban vannak, együtt járnak, így mondanám most leegyszerűsítve, hogy mennyire be lesznek betegek a megyfáink, meg a paradicsomjaink nyáron a különböző gombabetegségektől, mennyire fagy el tavasszal, és hogy a szőlő télen mennyire fagy el. Tehát mi az a legalacsonyabb hőmérséklet, amire számíthatunk, hogy érni fogja. Na most a másik dolog, hogy mennyire lóg ki a nyelvünk nyáron. Hát tápió szerint elég jól kilóg, állítom nektek. Ez pedig az évi, tehát a milyen, egy évben átlagosan milyen a legmelegebb nap. Hát itt is persze vannak adatok, ez mondjuk az olyan növényeknél érdekes, pont az ellenkezője, amit mondtam, amelyek tűrik a hideget, azok nem tűrik a meleget. Tehát például a körte nem szereti a meleget, néhány fajta valamelyik elviseli, hanem a káposztafélék szeretik a szőlő bírja, tehát ha beszélünk globális felmelegedésről és szárazodásról, a szőlő lesz az egyik növényünk, amit nyugodtan tarthatunk. Ezután is. Ennek, hogy mondjam, az ellentétét a kivi, amelyik ugyan épp úgy úszó növény, mint a szőlő, de nyáron a hőségbe, ha nincs árnyékva, akkor elkezd lankadni a levele. Na most kiléptünk a területre. Körülbelül ezt vártunk, ilyen domború felveten a domboldal, sovány birka legelő. Na most itt azt emelném ki, hogy a helyi tényezők, tehát a makroklímán belül, amit most belőttünk, hogy ott Berccel környékén a országos meteorológia adatok szerint mi az ábra, ennek az ellentétét hozza ki a mikro, illetve mezoklíma, tehát a néhány tíztől néhány száz méter átmérői foltokra érvényes helyi klíma hatás. Mint láttuk a térképről is, ez egy délkelettől délnyugatig egy ilyen
félkör alak van lejtő domboldal, a terület határa itt fölt van, nem nagyon látszik a majdnem, hogy ennek a dombnak a legmagasabb pontján, attól egy kicsit túl. És hát, mint megtudtuk, itt azért a szőlő megterem. Jó, hát lehet, hogy egy része direkt termő volt, de egyébként még egy érdekes dolog, a berceliek azt mondták, hogy itt náluk, ha jön egy felhő, az biztos, hogy ott forog a fejük fölött egy jó ideig, és sok eső esik belőle. És alátámasztja, amit mondtak, hogy a barátom kapott ajándékba, nem tudom, a születésnapjára egy konténeres kajszifát. És anélkül, hogy öntöz, ez nyár közepén ültette el ide valóha, és megnéztük ezt a kajszifát, októberben hát legnagyobb meglepetésemre élt. Én úgy gondolom, hogy ha elültetek egy fát, pláne a konténeres, az hetente 10 naponra meg kell öntözni. Hát itt úgy látszik, hogy a égi áldás azért jutott a fára, bár meg kell mondani, hogy a nyári, kiszámíthatatlan nyári záporok miatt a meteorológiai jelentés szerint is helyről helyre nagyon változó volt, hogy mennyi csapadék esett, véletlenszerűen, ha éppen az adott helyre. No, hát akkor fölmegyünk és körbenézünk ezen a területen. Ez a hegynek, ez a területnek a legmagasabb pontja, és itt csináltam egy panoráma képet, tehát körbeforogva csináltam több képet, nem mindent tettem föl, de néhányat, ez a tőlünk, tehát a helytől nagyjából délre fekvő szomszédos domboldal. Itt van a falu, és hát, ahogy nézünk körbe, így jobb fele haladva még látszik ennek a domboldalnak a vége. Ott szántó, a falu is látszik valamennyire. Aztán tovább menve nyugat felé egy ilyen sík mezőgazdasági terület van. Észak felé fordulva megint csak egy domb. Ezt meg is néztük aztán a barátommal. A növényzetről csináltam néhány képet. Ez a szárazságtűrő, hát októberben már persze leszáradt, tehát ez uralkodott, és foltokban pedig előfordult kapuktű. Valószínű ezekben a terület egyébként számításom szerint sziklás, a talaj alatt sziklát lehet találni, hát hogy milyen mélységben az hát kérdés, meg biztos, hogy több helyen meg kéne nézni. Megint csak az északi domboldal egy keserves galagonyabokor, mint az erdősülés, kezdeti erdősülésnek a legelső képviselője. Nyilván, amit birkák legelnek a területen, nem fog erdősülni. Láttam néhány lerágott somokról, ilyen vörösgyűrű somot. Igen, erről majd később fogok beszélni. Nos, hát a terület, én így mondanám, hogyha itt biztonsággal akarnám zöldséget, gyümölcsöt tartani, valamilyen módon vizet kellene biztosítani. A faluból ide vizet vezetni, hát több millió forintba kerülne. Áramot szintén, hát az egyik gond a kútfúrás, másrészt pedig olyan áramforrásnak a
létesítése, amelyik hát a nagy teljesítményű vízszállítást lehetővé teszi. Azt tudni kell, hogy a dombok tetején, akár a Dunántúlon vagyunk, akár itt, tehát ha itt próbálnánk utat fúrni, de akár 40-50 méterre is le kéne fúrni, hogy vizet találjunk. Ez még a kisebbik baj, bár ez is zsebbevágó, a nagyobb baj az, hogy a szivattyú az nyomni tud, de szívni nem. Pontosabban csak 9, tehát mivel egy atmoszféránál nagyobb vákumot, tehát negatív levegőhiány nem tudunk létrehozni, mert az már akkor teljesen nem lenne levegő abban akármibe. És ennek 10 méter vízoszlop felel meg. Hát ebből olyan hát 7-8 az, ami maximálisan nagy nehezen kielégíthető. Tehát a kútban lévő vízszint felett 7-8 méterrel, maximum 7-8 méterrel lehet a szivattyú. Vannak erre egyébként műszaki megoldások, nem megyek most ebbe bele, ahol erre kényszerül az ember, de ez zsebbevágó. Hát alapvetően erre vissza fogok mindjárt térni. Azt javasoltam a srácnak, hogy a kutat amennyire lehet letegye az út közelébe. Hát nem tudom, hogy ott milyen találnak vizet, minden esetre könnyebben, mint itt fönn a dombtetőn. Viszont a szél a dombtetőn fúj, itt egy nagyon combos áramtermelő egységet muszáj csinálni, hogyha öntözni akarunk a területen, vagy pláne elfelejtettem mondani, hogy a beszélgetés során kiderült, hogy a srác alapvetően zöldséget szeretne itt termelni, mert hallotta, hogy valakinél már a második évben 6-8 millió forint nyereséggel zárt egy levél, salátát levél zöldségeket termesztő üvegház. Hát én itt nem, zöldséget én itt csak annyit termesztenék, amennyi nekem kell, lehet, hogy még annyit se, hanem inkább a faluba cserepelélnék valakivel, hanem szőlőt, szárazságtűrő gyümölcsfákat telepítenék, és azt is öntözve. Tehát az egyik eleme a tervnek, hogy fönn a dombon van az áramtermelő egység az akkumulátorokkal, az áramot pedig levezetem ide a völgyben, van vagy 30 méter, 20-30 méter közötti szintkülönbség, tehát egy nagyon meredek lejtő ez. És a vizet pedig a szivattyú fölnyomná egy itt vagy itt létesítendő tározóba. A tervezésnél mindig vannak, vagy majdnem mindig vannak verziók, tehát választási lehetőség. Ide föltegyem a víztározót, és akkor innen mindent tudok telibe öntözni. Ez lenne az előnye a dolognak, a hátránya az, hogy sokkal kevesebb vizet, vagy sokkal több energiával tudnék ide följuttatni, mint a ház fölé. Igen, majd ezt is mondom. Na most a másik ötlet a lefolyó esővíz gyűjtése. Tehát vízgyűjtő övcsatornák a szintvonalak mentén, vagy pedig víz, hogy is nevezik ezt, olyan csatorna, amelyik nem csak gyűjti, hanem el is vezeti valahova a vizet. Mondjuk három, ami egy 3%-os lejtéssel megy lefele, és a víz egy részét, amit lehet ide a ház fölé hozza ebbe a tározóba,
amit pedig nem, az pedig ide bele a tóba. Na most jó kérdés, hogy miért ide tettük a tavat, meg miért ide tettük a házat. Hát ez már inkább a terület bejárásakor derült ki. Itt nem látszik a színvonalakon, de itt egy ilyen kellemes kis plató, tehát enyhén lejtő, de azért elég rendesen lejtett. Én azt javasoltam a srácnak, hogy próbáljon meg egy ilyen félig föld alá süllyesztett házat, ilyen hobbit kunyhó féleséget tervezni. Nagy kérdés viszont, mint mondtam, nem tudom milyen vastag a talajréteg a sziklán, elképzelhető, hogy a ház mélyebb részeinek a kialakításához sziklát kell robbantani. A másik lehet, mert hát a háznak azért viszintesnek kéne lenni a padlónak alul, tehát vagy kiemeli ezt a külső részt, vagy mondjuk nulla földmunkával innen elhordja a földet, és ide pedig föltölti. Hát a tervezésnek nálam van egy olyan módja, hogy a helyszínen tervezés. Ez azt jelenti, hogy kinéztem, hogy hol néz ki legkiesebbnek, legkellemesebbnek a lejtő az adott területen, és leszúrtam, hogy a két sarkot, hogy hát egy ilyen valamilyen botot találtam ott, a négy ilyen ágat leszúrtam, hogy hát körülbelül ide tett a házat, mondom, alapvetően a lejtési viszonyok miatt. De amúgy meg a lehetőleg az ember a terület közepére, vagy annak tájékára rakja a házat a bizonyos zónák és szektorok miatt, amit a permakultúrás tervezésben hallottunk. A tó meg azért került ide, mert itt meg egy völgy van. Látszik is a szintvonalakon, de még jobban a valóságban. Tehát a terv másik része az volna, igen, itt ez a legsarok, ez már ne, ez a terület konkrétan már nem a miénk, de olyan senki földje. Nem tudni a tulajdonosát, és hát nagy kopártalul ide beterveztem olyan ilyen övárkokat, ami a tóba belevezeti a vizet, illetve innen meg ide, innen pedig ide a ház fölé. Ami pedig végleg sok, az pedig egy túlfolyóval valahogy ide le, hogy olyan helyen, ahova ne ártson. Hát ez igen a srác kérésére, ja igen, hát itt elmagyaráztam a tervet, és hát itt van a végeredmény. Azt mondtam, hogy a magasabb részekre tegyük a gombabetegségekre érzékenyen, viszont viszonylag szárazságtűrő fákat, mint a kajszi, a megy. Javasoltam, hogy valamilyen tölgyfát telepítsen a gyümölcsösbe, mert a Magyarországon a gyümölcsfák, vagy gyümölcsök a tölgyfákkal társulnak leginkább. Tehát ahova lehet tölgyet teszünk, molyhos tölgyet, az egy kisebb termetű faj és szárazságtűrő. A csertölgy az szintén szárazságtűrő, de valamivel nagyobbra nő, a körülményektől függően. A szőlőt is ide fölülre terveztem, és azért a keleti, délkeleti lejtőre, mert van egy ilyen megfigyelésem, hogy ahol a reggeli nap
hamar leszállítja az éjszakai harmadot, amit említettem, a növényről, ott kevésbé betegszik meg a paradicsom is, meg a szőlő is. Azért javasoltam a keleti lejtőre a szőlőt. Hát a kajszi megy, annak is jobb lenne a keleti lejtő, aztán lehet, hogy az egész gyümölcsös ide kéne rakni. Hát tettem ide is. Ez a szvél, ez a bizonyos vízgyűjtő öváró, az alsó részekre pedig a vízigényesebb, és ugyanakkor a gombabetegségekre kevésbé érzékeny fajokat, mint a tió, mogyoró, még lejjebb az alma, körte, szilva. Hát ezeket szántam ide. És ide pedig ilyen, nem tudom, hogy a valipigitről hallottatok-e, néhányan biztosan, ilyen földbe sűjjesztett tüvegházról van szó, aminek a fala egy a talajból van, tehát egy téjalap alapú földbe ásott gödör, és csak a teteje átlátszó, tehát az látszik ki a földből. Sűjjesztett fóliaveremnek neveztem el ezt a létesítményt, amit magam is csináltam. A neten pedig Valipigi néven kicsit jobban, alaposabban megcsinálva, mint ahogy én csináltam. Valipiginek nevezik ezt a létesítményt. Most visszalépnék ide, hogy mit figyelek meg a területen, lenne majd a következő alkalommal, vagy még következővel, mert van már előkészítve a fejemre további előadások, hogy miről ismerem meg, hogy egy fa jól érzi magát egy adott helyen, vagy nem jól érzi magát. Milyen erőlétben van. Hát az egyik az ember megnézi, milyen fáról van szó. Hát itt jelen esetben akácról van szó. Az akác azért különösen érdekes ebből a szempontból, mert hogy rövidre fogjam a magyarázatot, az idős vagy koravén akácnak a törzse nehezebben forrad. Belül van az a sárga rész, amit gesztnek neveznek az erdészek. Az a fiatal fáknál vékony, kicsi. A koravén és az idős fáknál pedig a törzs keresztmetszetéhez képest nagy. Na most, hogy ezek a fiatal akácok itt jól érzik magukat, onnan látni, hogy az évi növekmény, ami az utolsó egyenes szakasz, olyan 30-40 centi hosszúságú. Minden fánál, amikor megyek, tehát megnézem ezt, amikor visznek kocsival a vasútállomásról az adott helyre, nézegetek, miközben beszélgetünk, nézegetek kifele az ablakon, hogy melyik fa hogy érzi magát ott a környéken. Hát ez itt most nálam lett lefényképezve egy nem túl régen ültetett akácosban. Tehát az ilyen fa, aminek az évi növekménye, ami az utolsó, az ágvégek utolsó egyenes szakasza, az jól érzi magát. Az ilyen pedig, nézzétek meg, alig nőtt pár centit, körülbelül azonos méretű fa, tehát ez egy korabeli példány. Alig-alig nőtt már, és még a leveleit is lehullatta. Direkt most a lombos és lombtalan állapotban mutatom be ezt a dolgot. Itt látjátok, lombos állapotban az utolsó növekmény, ezen a fán ekkora, szintén egy fiatal akácfáról van szó. És itt is egy fiatal akácfáról van szó, pontosabban sarjról, és nézzétek meg, milyen rövidek az idei növekmény részek. Egyébként a szín is árulkodó, az előző az egy sötét zöld,
árnyalatot mutatott, ilyen színű az a növény, amelyik jól érzi magát, nem szenved vízhiányban, és ilyen az, amelyik vízhiányban szenved. Tehát a növények megfigyelésével alapvetően, tehát milyen növény van az adott területen, és az hogyan érzi magát, a levél színéről, a növekmény növekedési eréről lehet megállapítani. Most elmegyünk egy másik helyre. Ez a Velencei tótól északra van. A Velencei hegységben. Két héttel később jártam ott, mint az előző helyen. Ez itt nagy a községnek a észak-nyugati csücske. Itt nagy nehezen sikerült megtalálni a térkép alapján, hogy erről a területről van szó. Ez egy ilyen 60-70 méter hosszú és olyan jó 20 méter széles terület. Arra példa ez a második tervezés, hogy mennyi korlátozó tényező van a gyakorlati életben ahhoz képest, amit a permakultúra megkíván, hogy zónák, szektorok legyenek, hogy napcsapra meg ilyenek. Közel, ugyanúgy megcsináltam a területnek a térképét, előzetes térképét, mint ahogy az előbb elmagyaráztam. Tehát volt a földhivatali térkép, amiről itt alig látszik a ház, de a földhivatali térképről kiderül, hogy milyen alakú, és a határ is, itt abszolút nem látszik a határ, de a földhivatali térképet rátéve föl tudtam tenni a határt, és ennek alapján megrajzoltam a előzetes térképet. Na most földhivatali előírás, hogy az ilyen helyeken a ház az utcafronton legyen, ami itten éppen hát az utcafront délies, de az észak, a kert az alapvetően egy északkeleti lejtő. Itt egy hatalmas diófa van, ahova a saláta kertet, amit úgy mondják, hogy a konyha lépcső mellé kell tenni, tehát a permakultúrát azonnaná. Hát itt a diófától nem lehet, mert hatalmas árnyékot vet. Itt egy nagy cseresznyefa van, de ami még rosszabb, hogy a szomszédnak a háza, pedig ősztől tavaszig erősen ide árnyékol, úgyhogy ide se üvegházat, se salátakertet nem nagyon érdemes tenni. Amit végül is javasoltam, hogy itt a háznak egy délnyugatias, van egy fél méter körülbelül a kerítési, hát oda kéne tenni egy ilyen saláta nevelőt, meg hát ilyen téli saláta nevelő, valamilyen üvegházat, esetleg rányitni az ablakot, egy kicsit, hogy fűtve is legyen, ha éppen szükséges, vagy úgy kívánja. A másik korlátozó tényező a már meglévő fák voltak. Egy része akácfa volt, az persze javasoltam, hogy vágja ki, de volt itt egy hát eléggé pusztuló félbe levő, de azért még kár volna kivágni olyan cseresznyefa. Itt hátul pedig egy magyarósövény volt, úgy emlékszem.
Na most, hogy mit javasoltam? Azt mondtam, hogy ide a szomszédháznak az árnyékába tegyen márnát, mert az szereti az árnyékot. Itt azt javasoltam, egy egy hatalmas zseldíszmegyfa volt, amit javasoltam, hogy vágjon ki. Aztán ide, ahova még szintén árnyékol a szomszédház, oda tegye a ribiszkét, az is ilyen hideg, vagy hűvösek kedvelő árnyékot tűrő növény. Itt van egy meglévő szőlője, hát jó év direkt kerülő a srácnak. Javasoltam, hogy ide, igen, tehát javasoltam egy utat, hogy így kiderítse meg a háznak a hátsó részei. Akkor itt ezt a helyet néztem ki tóna, és a tó két oldalán elmehet az út. Javasoltam, hogy ide, hát ameddig befér, ültessen mogyorót még ezekhez a sövényhez, még ültessen ide meg, is a fér. Itt volt neki három sarjeredetű megyfa. Ide javasoltam még megyet, aztán ez lett a végső terv, amit megkérdezett tőlem a srác, hogy jó-e. Hát akkor még nem tudtam, hogy hogy kell elolvasni, azt mondtam, hogy minden esetre jól néz ki, nem tudtam elolvasni, hogy ezek milyen fákat írt be, de minden esetre jól néz ki. Hát ennyit, hát két történet. Következőkben arra gondoltam, hogy ha van érdeklődés, akkor olyan tervet mutatnék, amit én kiviteleztem, tehát az egyik a saját területem, ami hát jó, már 32 éves, hát azon lehet, hogy két év után is el tudnék mesélni. Annyit mondanék mindenképpen, hogy ahhoz képest, hogy itt egy néhány órás felvételezés után mondtam véleményt egy területről, ami úgy 80-90%-ig jó, de én bizony a saját területen nagyon sokat módosítottam, és 15 év után fedeztem fel a talajban olyan dolgokat 2 méter mélységben, amire nem is gondoltam. Nem értettem, hogy a jobbnak, felül jobbnak kinéző talajon miért szenvednek jobban a vaszálytól a mindenféle fák, bokrok, mint a hátsó, vagyis az első részen, ahol homokbuszka teteje van. Szóval a talajnak is van lelki világa, és még 2 méter mélységben is, ilyen folyók által összehordott kagylott csigahéjak formájában. Erről tudnék beszélni, aztán a másik, a Györgyi Nagyi terve, az szerencsére arról is van egy régi dolog, Halmazújvárosban, meg még a megfigyelésről, itt most hoztam néhány képet az akászfákról, de van egy olyan előadásom, ami az ország különböző tájait mutatja be, és azon a különböző növényeket, és azok, hogy mint nálunk már a bujalegelő szalmasárga, Szentgotthártól délnyugatra pedig még smaragdzöld minden. Szóval ilyesmit tudnék nektek még hozni. Hát ennyit gondoltam most elmondani, kérdezzetek. Igen. Egy olyan kérdésem van, az első tervezéssel kapcsolatban ott beszéltél, a vízelvezető átok volt az, amik elsősorban az a funkciójuk, hogy föntről lefelé bevalgulat be egy ütőbe, egy tóba, vagy egy begyűjtsék a vizet, hogy az hogy néz ki, azon sokat gondolkoztam, hogy nyilván van mindegyikre
változat, hogy most az, ez egy felszíni árok, ami lefelé hozza a vizet, és valamennyi elszik hozzá valami, vagy pedig ezek csőrendszer, aminek az a lényege, hogy akkor az a víz, ami valahol összegyűjt és belefogy, annak azt mind megtartva egy adott helyre elvigyék. Hát ez mi is volt itt az ötlet? Mondom, az elképzelés szerint egy árok lenne, ami gyűjti a vizet. Na most én az ilyen, elmondom, hogy honnan jött ez a dolog. Volt, illetve a neten megtaláljátok ezt a komát. Ő találta ki Ken Jeoman, nem tudom, Jomans, vagy hogy kell ejteni. A másodikra hozza ki a, hogy is hívják, a Google, az első egy valamilyen orvos. Ez eredetileg egy ilyen út építő, nagy, marha nagy földmunkagépekkel dolgozó ürge volt Ausztráliában, és ő találta ki, hogy hát a lejtőkön a fene egye meg esik a sok eső, és lefolyik a helyet, hogy ott a legelőkön megállna, és táplálná a füvet, még kárt is okoz, lefolyik a völgybe. Hát ő találta ki a vízgyűjtő váltót. A lényege az a dolognak, hogy egy dombos területen, tehát ez alapvetően egy dombos területen dolgozott az illető, és övcsatornákat, tehát 3%-os lejtéssel hozott létre csatornákat, ezeket a úgynevezett oldalvölgyekre, tehát ez itt most egy völgy, itt ezt elgátott, tehát ide csinált egy földgátat, amin csinált, tehát ez leereszthető, és innen dőlt, öntözte a füvet, és itt vezette be a vizet. Tehát hogy a méreteket is mondjak, egy több méter széles, és hát több száz méter, vagy több ezer méter hosszú ilyen vízgyűjtő létesítmény, és ezeknek egy egész rendszerét építik, kijelik a könyvem első kötetében, ez el van magyarázva jól. Most itt hirtelen nem tudom teljes egészében elmondani, a lényeg az, hogy ilyen mesterségesen létesített tározókba gyűjti a vizet, hát ez a 20. század elején közepén ügyködött ez az ürge, most a fiai csinálják, nem most, az is egy régi dolog. A neten így találhatok rá. Tehát a kérdésedre visszatérve, ilyen vízgyűjtő övárkokat gondoltam a jobboldali részen, tehát az esik, és belevezeti valamibe a vizet. A baloldali részen pedig a Bill Morrison féle swale lenne, ami viszont a szintvonalak mentén megy, az nem vezeti a vizet sehova, hanem összegyűjti és elszivárogtatja a vízbe. Ha most beütitek a YouTube-ba azt, hogy hogy is hívják a komár, Joe Flóto. Ő csinált szintén ilyen nagy földmunkagépekkel ilyen övárkokat az ausztráliai permakultúra intézetben is,
most meg sivatagokban is Jordániában csinál ilyen kerteket. Ha beütitek azt, hogy Dreaming the Desert, akkor találtok erről anyagot. Megjegyzem, a sivatagban én csak úgy tudom elképzelni, hogy van egy nagy vízgyűjtő terület, egy sziklás vagy de fő vizet nem nagyon elnyelő közeg, vagy ilyen vízmosás, az a, és akkor abba gyűjti a vizet, és ilyen nagy tároló tartályokat lehet látni ezeken a videókon, és hát onnan öntöz. Tehát elvileg valami ilyesmit képzeltem el. Na most bevallom töredelmesen, hogy itt Magyarországon, ami helyszínt láttam, eléggé korlátozott ezeknek a használtának a lehetősége, úgy érzem per pillanat. Na mondok egy történetet. Borsodgeszten szintén egy ilyen kliensemnél, hát meg van egy módszer arra, most arra nem térek ki, csak annyit mondok, hogy A-kerettel kijelöltünk két szintvonalat egymástól körülbelül 10 méterre. A lényeg az, hogy egy az A-keret egy olyan eszköz, amivel vízszintes pontokat ki lehet jelölni, és végig gyalogolva egy lejtőbe, széltében ki lehet jelölni az azonos magasságban levő pontokat. Na most az természetesen ilyen hírbe, görbe vonal lett. A traktoros, aki pedig, ja igen, mert az volt az elképzelés, hogy hát ezt most mi egy ekével meghúzatja a traktorral, és akkor egyik, tehát így van az lejtő eredetileg, akkor így ekével elérjük azt, hogy itt lesz egy gyáró, és ide ki lesz borítva a föld. Hát a traktoros azt mondta, hogy ilyen ökörúgyozásban ő még nem számolt. És mit csinálta? Azt hiszem, hát végül is úgy tudom, hogy, vagy szóval nem tudom, abba maradt, telefonon hívogattam a srácot, és na hát ez a példa, az ember megcsinál egy permakultúrás tervet, aztán két év múlva megcsinál egy másikat, ugyanannak a komának, és az egészből nem valósul meg semmi. Napokban beszéltem a fickóval más ügyben. Annyi történt, hogy kiköltöztek Miskolcról Borsodgesztre, és de a kint úgy 50 hektáros területről van szó, amiből fás legelőt akartak csinálni. Hát el is ültették a valamennyi gyümölcsöst. Hát szóval így mondtam most legutóbb, hogy hát a kinti területre nincs idejük. Beköltöztek a faluba, eredetileg ott kinn akartak házat építeni, megint csak a kút probléma volt, egy nagyon tehát két milkóba került volna ott fönn a szintén egy délies lejtőn, ahol valaha szőlő volt, amit aztán kihúztak, aztán kezdett verdősödni, na hát oda szerettek volna 50 hektáros területen egy permakultúra paradicsomot állattenyésztésre. Aztán hát nem sok lett az egészből, no. Ennyit tudok a dologról. Miért is mondja? Ja igen, tudom miért mondtam. Na hát ott terveztünk még ilyen szvélt. Az egyik probléma az, hogy hát én még olyan növényen borított területet nem láttam, ahol a víz megfolyt volna. Egy harmadik területen
Balaton felvidéken, hát ott is annak rend, az volt az első terve 1995-ben. Annak is rendje módja szerint, ahogy a Jeumanns megírja, megterveztem, hosszába széltébe egy 24 hektáros területet, nem lett abból se, nem, egy nyári táborozó hely lett belőle. Igen, és ja igen, azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy éppen amikor kint voltunk, esett egy jó nyári zápor. Megnéztük, nem volt egy 20%-os lejtő, nem volt vízelfolyás, ilyen füves terület volt. Tehát az egyik, amit mondani akarnék ezekkel a szvélekkel kapcsolatban, fővárkokkal, meg kell nézni, hogy egyáltalán, hogy van-e vízfolyás, és hogy van-e akkor mennyi. Van is egy ötletem rá. Először keresztmetszetbe rajzolom, mondjuk itt a lejtő, ásunk egy 10 méter hosszú árkot. És tehát most akkor felülnézetbe rajzolom, itt van az árkom, itt ások egy mélyebb gödröt, annyira mélyet, hogy ide alá tudjak tenni egy gödröt, vagy valamilyen edényt, amiben föl tudom gyűjteni, és meg tudom mérni, hogy ezen a 10 méteres szakaszon, mondjuk nem ekkora gödör, bocsánat, nem rajzoltam léptékhelyesen. Szóval a lényeg az, hogy ez egy akkora gödör, hogy egy gödör bőven beleférje, ez mondjuk 10 méter hosszú, és ide pedig, tehát itt van az áró, csak idáig, valahogy beleaplikálok egy esőcsatornát vagy mit, ami mint egy ilyen vezeték, kivezeti a gödör közepére a vizet, és ide teszek valamilyen edényt, amiben összegyűlik a víz. És akkor, ha van lefolyó víz, akkor az befolyik az árokba, az árokba az esőcsatornába, és abból pedig a gödörbe. Ezt szerintem mielőtt egy ilyen költségigényes munkát elvégzünk, meg kéne nézni. Mit is akartam mit mondani? Ja igen, a másik problémám meg az, hogy többnyire az esetek 80%-ában fák vannak már a területen, amit kimegyek megnézni. Vagy értékes növényzet van, mondjuk egy kaszálon vagy sziklagyepen. Hát azt összetapostatni ilyen nagy földmunkaképekkel, hát nekem nem sok kedvem volna. Egyébként csináltunk egy helyen ilyet, még egy, az meg is valósult. Itt Pest közelben most hirtelen nem köszön annak a községnek a helye, a neve Pátyó. Hát az egy elég lejtős, keskeny, hosszú terület volt, és azt gyakorlatilag én úgy mondanám leegyszerűsítve, hogy teraszíroztuk. Tehát olyan volt, mint hogy legalábbis úgy nézett ki, hogy azok teraszok lennének, mert hát mondom 10 méter széles volt a terület, vagy 50-60 méter, vagy még több hosszú, és hát most így rajzolom, tehát így volt a terület, itt volt akár 25-30%, nem itt fönt, tehát ez van most fönt. 30%-os lejtő, itt értékes növényzet nem volt, tehát meg lehetett csinálni. Hát kimértem és csináltunk 5 ilyen lépcsőt,
és annak rendje és módja szerint ide a lépcső szélére ültettük a fákat. Na most ezek a ránézésben olyan volt, mintha teraszírozva lenne, voltaképpen az is történt vele, de a hagyományos teraszírozástól abban tért el, hogy gondosan csináltunk egy magaslatot a terasznak a szélére. Azt mondta a képes, úgy nevezte el, ott vezényeltem egy ilyen martoló akármi csodát, hogy teknő. Szó szerint ilyen teknőket tett, egy 10 méter széles, és hát nem tudom, megközelítőleg olyan hosszú ilyen lépcsőket csináltunk. Ami különbség volt, hogy mondom, arra nagyon ügyeltünk, hogy ez a része jóval magasabb legyen, mint bocsánat, ez nem ilyen így volt. Hát kérdeztem, oda visszamentem kétszer-háromszor, kérdeztem a tulajdonost, hogy látok-e vizet azok a medencékre, azt mondja nem. Jó, hát lehet, hogy nem ment ki mindig megnézni, nem tudom, de nem tudom, hogy... Szóval meg kell gondolni, mert ez megint zsebbevágó. Most eszembe jutott tegnap egy szám, mikor erről gondolkoztam. Én a 70-es években jártam ide az egyetemre, és a szőlészet szempontjából emlegették, úgy nevezték akkor meliorálást. Magyarul a lejtős területeknek a teraszírozását. Akkor azt mondtuk, mert a szőlőnek úgy jó, ha lejtőn van, viszont hát ilyen nagy gépeknek, tehát nem ezt a kis, hogy éppen csak lehessen járni, tehát egy széles sor közű szőlőről beszéltek akkoriban. Azt mondták, hogy egy hektárnak a költsége 2-3 millió forint. Azt most meg lehet 10-szer szorozni, de lehet, hogy 15-tel. Gondoljatok bele, ha ráengedtek egy jó, lehet, hogy nem olyan, tehát ritkábban lehet csinálni ezeket a szféleket, de akkor is egy 10 millióba egy hektár belekerül, és tönkretetted a területet, ha olyan. Viszont, ha egyedi fájlok vannak lejtős területen, próbaképpen meg lehet csinálni, ezt a Kim Horizon könyvéből láttam, ez egy áruk akar lenni. Tehát jön a lejtő, vagy jön az eső, belefolyik az árukba, és itt a fa körül összegyűlik. Ez lehet, ezt nem kell, akár kapával is meg lehet csinálni. Tehát jó combos kapa kell hozzá, az igaz, de meg lehet csinálni. És akkor valamennyire meg van mégis oldva, hogy a víz ne folyjon el. Ha előbb azt nézzétek meg, szerintem, hogy van-e. És igen. Az, hogy te, amikor kimentél, esetleg nem nagyon láttál vizet a felszínen, az egy dolog, de ezeknek az övárkoknak szerintem azért az is haszna lehet, hogy egyáltalán megakadályozzák azt, hogy lezúguljon a rengeteg vízolejtőn. Tehát szépen be tud szivárogni jobban. Nem biztos, hogy elvezeti, ha vízszintes az övárok és nem lejtős, akkor nem is, hogy elviszi a vizet, de megtartja ott a teknő alja, akkor ez egyik. A másik pedig az, hogy manapság megnézzük az ilyen éghajlatváltozás következtében, nagyon gyakori az ilyen özönvízszerű esőzés. Amikor egyszerűen nagyon sok csapadék hullik be, és talán ilyen esetekben ezek a övátok, teraszok, stb. Főleg, hogyha van növényzettel összekötve, azért elég sok üzemet tud önmagában fogni. De az ilyen kedvenc példám szülőfalu Bakoncsernye, ahol évtizedek óta évszázadok óta a falu fölött a szőlőhegyben hatalmas egy területeken szőlőültetvények
vannak, és az elmúlt 10 évben legalább kétszer áramlott el a falu sártenger és víz. Egyszerűen azért, mert a hatalmas több száz hektárnyi, vagy több ezer hektárnyi területekről nincsen más, csak szőlőtőke. Évente legalább 10-szer kapálják, tehát véletlenül még egy centi gaz sem nagyon legyen rajta, meg ilyenek, és akadálytalanul le tudsz fúgolni az ilyen területeket. Ilyen helyekre mindenképpen van értelme, de ha belegondolok, itt Budapestet is az elmúlt években rengetegszer árasztott el a lezúgó csapadék, tehát akár még az ilyen kisebb területeken is van értelme annak, hogy picit megfogjuk ilyen teraszos vagy öválkos módszerekkel azért a csapadékot, de ugye az ennek a növényzetnek eleve szerves része az, hogy a fát ültetik meg mindent, tehát a növényzet is fogja itt azért a növényzet. Fontos, hogy ilyen növényzet kell hozni a területet, tehát hüvet, minimum fű vagy bokros. Persze, azért mondom, hogy ezt meg kell nézni, és ahol nyilván erre lehetőség, vagy adódik, vagy olyan hely van, hogy a szomszédban, vagy fölöttem sziklagyep van, meg lehet gondolni, meg vizsgálni ezt a dolgot, és az is igaz, hogy a rendkívüli csapadékok azok nagyobbak lesznek. Hát nem tudom, ez végül is mindenkinek a döntése, hogy belefog egy ilyenbe vagy nem. Köszönöm egyébként. Nekem ehhez még lenne egy kérdésem, hogy tavaly hetekáig mesélték, hogy ők terveznek a város létesítését, hogy abból mi lehet? Mi lehet a világról valami tavaly terveztetek? Két éve volt. Két éve és megcsináltuk. És működik? Működik. Minden eső után szaladunk fel, és fotózzuk és visszük a kapát, hogy ahol egy hely volt, ahol kicsit túlfolyott, rögtön akkor még kicsit emeltünk azon a kuplin, és ott nem folyott túl. Akkor nagy szigetben van értelme. Hát ott is a szőlők maradványa, amit ezt csináljuk, ugye, ahol szőlő már rég nincs. De majd egyszer következő kupolra mutatom. És rengeteg kézimunka is van bele, szóval a gép az egy részét tudja megcsinálni, ha Béla mondott, utána kézzel ez még sok-sok igazítást igényel, mert a szállható terület az belőle. Működik. Igen. Tehát, hogy milyen kukorszabályok, hogy milyen esési terület, milyen sűrűn kell az a várat édesíteni. Az én véleményem az, hogy alapvetően ezeket az övárokat én gyümölcsös homágot volnám. Ezt talán meghagyom, mert ez példa. Megint csak azt mondom, hogy lehető százalékot nem merek mondani, meg kéne nézni az a módszere, amit az előbb fölrajzolta, nem mérhetően. Van egy árok, egy kézméteres szakaszon, ami elvileg gyűjti a fölötte levő lefolyó vizet, ha van. Mondjuk az se baj, ha fölötte 10 méterrel csinálunk egy másik árkot, hogy a fölötte levő, tehát a még fölötte levő vizet ne ez az árok fogadja be, hanem 10 méterenként. Na most én azt gondolom, hogy ilyen szvél rendszert, ha csinálunk, akkor gyümölcsöfák alá csinálnánk, és úgy, hát ez az én jó, nem tudom, de úgy indulnék neki a terület szélétől, hát minden esetre egy olyan 20-25% lejtőnél jön ez körülbelül szóba, hogy azt mondom, hogy legyen a sortávolság a kiindulásnál 10 méter. És akkor kijelölök a lejtő hosszába, gyakorlatilag ezt így csináltam meg, ki a lejtő hosszában kijelölök 10 méterenként
egy-egy szöveget. Aztán elindulok ezzel a műszerrel, amit az előbb mondtam, és lesz belőle mondjuk egy ilyen. Hát akkor a fasorok, ahol mondjuk meredekebb a lejtő, ott közelebb kerülnek egymáshoz, ahol pedig kisebb a lejtés, ott meg távolabb kerülnek. Tehát mondjuk elindulok egy 10 méteres vagy 8 méteres sortávolsággal, a többit pedig ahogy kiadja a színvonal. És akkor itt van az árok, így mondják a permakultúrások, hogy a fát, tehát most keresztrendszerben rajzolom megint, itt van az árok, itt a lejtő, és ide ültessük a kicsit meredekre rajzoltam, ide ültessük a fát, mert a víz az így szivárog le. A tavaly gyakorlatban hogy kell kivitelezni, és mondjuk mekkorát? Igen, itt volt szó mind a két példában, hogy egy tó. Mondom, az lépés. Többféleképpen nekem konkrét tapasztalatom a fóliás tó, tehát amikor fóliával szigetelem a víznek az útját. Nálam nem is igen jöhetett más szóba, mert homokos terület van. Én konkrétan fóliaságot, fóliát használtam. Tudtam szerezni használt ilyen-olyan lyukas fóliasátor fóliát, meg vettem egy tekercs ép fóliasátor fóliát. Az átlátszó, igaz? Igen, az átlátszó félét. Mindjárt mondom, mert sok mindenre oda kell, több mindenre oda kell figyelni. Tehát alulra, legalulra és legfölülre a Rissos fólia darabokat tettem, középre pedig két réteg fóliasátor fóliát. Aztán csináltam úgy is tavat, hogy nem volt csak jó fólia, abból négy réteget tettem, ezt nem magamnak készült, ezt valakinek csináltam. Ez az egyik dolog, amire oda kell figyelni. Tehát négy réteg fóliasátor fólia, nekem ezzel van tapasztalatom. Hát van a tófólia, azzal az a gond, hogy szakember kell hozzá, mert ilyen csíkokból kell összehegeszteni. Azt, ha nem sikerül, akkor szívott. De ha kitanulok, vagy mit tudom én, akkor jó. A másik dolog, hogy a napéli a fóliát tönkre megy. Ezért földdel kell fedni. Na most az első tavaimat, konkrétan ami most a tanyám van, úgy próbáltam megcsinálni, hogy itt a tó, itt kicsit így aláraktam ezt-azt, és itt betettem földdel, így. Na hát az történik, hogy ilyenkor a kapilláris hatás kiszívja a vizet a tóból. Nem teljesen, de szívja. Hát ezen aztán úgy próbálok utólag segíteni, hogy föltöltöm agyagos földdel. Ezzel szórakozom augusztus-szeptemberben, amikor már jobban ráérünk. Na most ehelyett azt kell csinálni, hogy a fólia szélét így fölhajtod, vagy fölállítod. És ide pedig olyan közeget, nevezetesen kulékavicsot, a kulékavics az a méret szerint osztályzott kavics.
tehát ilyen tojásnyi méretű, van kisebb, nagyobb, de minél nagyobb annál jó. Tehát ilyenekkel így kitámaszod, aztán, na mindegy, lényeg az, hogy itt a víz, így, ez, mivel nagyobb a rések a kövek között, nem szívják ki a vizet, viszont a napfénytől védi a fólia szélét. Ez nagyon fontos, hogy, és mondom, földet egyébként az öreg Bill szerint mindenképpen kell a tóba tenni, sokan nem kezdtek a tófóliás tavukba földet, mondván, hogy az bírja a napot, hát bírja-e vagy nem, nem tudom, vagy meddig bírja. Szerintem minden műanyag előbb-utóbb tönkre megy a naptól. Na hát szóval így csináltam, egyébként van még ötöt példány a könyvem első-második kötetéből, ezt például a túlkészítést is részletesen leírtam. És a méretezése? Arra kell vigyázni, hogyha ez túl meredek, akkor a föld lecsúszik az aljában. Tehát ha ilyen tavat csinálok, akkor hiába most túlzok persze. De a lényeg az, hogy akkor ide jön a föld, és akkor ez csupasz marad. Azt szoktam mondani, hogy egy 25-30%-os legyen a lejtő. Ez pedig adja a méretet, mert ha azt mondod, hogy egy méter métamat akarsz, akkor 25% esetében a közepéig, hogy elérjed a méter mélységet, 4 métert kell menni oldalirányba, és a másik irányba megint 4 métert. Tehát, ha egy méter mély tavat akarsz, akkor 8 métert kell, hogy legyen a szélessége. Az olyanát kérnek az egyest is, hogy a fényképen, az egyest is az olyanát kérnek, hogy a fényképen jó legyen nekem. Magasság az írd oda, hogy egy, hogy a fotón látszol, hogy jó. Értem. Jó. Na most én ennél a bizonyos tavamnál, hát úgy segítettem ezen a problémán, meredekebb lejtőket csináltam, és autóbúvikat helyeztem, és azt töltöttem meg földdel. Tehát, és akkor így lehet meredekebbet is csinálni. Hát, próba cseresznye, hogy mennyi, hát én nagyjából elégedett vagyok vele. Azon ütködöm, hogy a víz szintjét, tehát itt a szivárgást megszüntessem. Alul gyűlik az iszap, azt úgy is ki kell szedni, és akkor búvár technikával jegényel kiszedem és ide pakolom. Jár végén ősszel ez a szórakozás, ez az egyik szórakozás. Ilyen periszapolos tóval, de én is tapasztalatokkal kérdezik. Kevegy úr Vardán, láttam a Youtube-on a Sleporcert, hogy hívják az alkoholat. Igen. Csirács, mert hogy iszakba zárta le. Jó, igen. Tehát, hogy abban a tapasztalat van el. Nekem nem. Hogy facsával betelegítve. Ne is szabolódik, és akkor úgy zárja esetleg. Valahogy véletlenszerűen most nem részletezem, hogy miért. Volt, csináltam egy kis ilyet, hogy egyik megkenekedtem az oldalát egy kövőrnek, hát nem zártuk véletesen. Nem zártuk véletesen. De biztos
Na meg ott, ahol 1200 mm-es hőesik és úgy gyűjti a vizet, és az elpárolgás pedig töredéke annak, ami nálunk van, ott erre gondolok, ott azért másképp néz ki, mint nálunk a föld közepén. Tehát ha ott elmegy egy kis víz, hát egyetlene hat menjen, jön helyette háromszor annyi, de nálam úgy kell szivatni. Tehát szivattyúval töltöm át a tavat. Vannak valami. Frissen feltüntető gyümölcsös körérmét, mivel ez egy dzsindzsa volt, ezért bejön Martól és kiszedi a gyógyuló maradékok gyerét, tehát az egész területen átmegy nehézgét, vagy hát közösen nehézgét, és erre szeretnék lépet, ami elsősorban élő hely kell, hogy legyen mindenféle ekkora méretű megjelenítése vállalatoknak és leszállással. Milyen mivel ne telepítsél törpe orcsát. Na, ez az egyik bajom a tavammal, hogy beletelepítettem a tápió folyóból, többek között törpe orcsát. Úgyhogy nem sok szitakötőlárva nevelődik a tavammal. Ki kéne pecázni őket, de valahogy sose jut időn. Hát ez van, ellensúlyozásképpen próbálok talajvizes tavakat csinálni, tehát ahol a talajvíz, mert olyan 2-3 méter mélyen, hol mennyi ilyen mélységben van a talajvíz, és hát jár második feléig azért megvan benne, és hát a béka lárvák azért kifejlődnek. Egyszer voltak szalamandra lárvák, nem szalamandra, gőte lárvái is. De nem ebben a tóba, hanem talajvizes tóban. Sajnos ne, végig menik érni. Így javán. Gyere ide. De hát egy olyan területről van szó, ami most dzsindzsa, ez mogyorókokor, vadszeder és mindenféle gyors megérkezőtte. Körülbelül 1000 négyzetméter, 99% vagyok. Levágtam, bejött parkoló, kiszedi az összes gyökeret, mert tömmel mindenki csinálni a sojrűt, és gyümölcsös szeretnék telepíteni. És erre szeretnék egy rétet. Hogy milyen? Egy rétet. Olyan rétet, amiben ilyen kicsi állatok élnek, tehát és lepaszálom egy évben kétszer, nem akarok zöldséget termeszteni. És a benapozottsága az a határeset, mert hát nyáron, igen, nem mondanám, hogy délnyugati fekvésű, de viszonylag közel erdő van. Most például még mindig nem kap napot ez a rész, mert akkor a fenyő van fölötte. És a délnyugati részen van már egy erdő, és a déli részről pedig egy olyan 4-5 méteres hedge-et akarok csinálni, mert mellettem szántó van, és nem akarom, hogy minden átjöjjön hozzám. Egyébként most ott mogyorom, amit megtartok, és akkor elkezdek egy ilyen 3 méter sávon beültetni, mondom, ilyen maximum 4-5 méter magasságig mennék föl. Tehát olyan rengeteg nap, hogy ez nem fog soha mindig nyáron sem. Viszont a vízzel nincs probléma, mert vagyok. Hogy lesz ott rét, ez a kérdés? Igen, milyen magokat szólok bele, amiből rét lesz? Fűzmagokat. Nem, mondok tovább. Hát először is planírozd el a területet, hát szerintem a gyökereket azt valahogy, ami legalábbis a működ belepotlik a lábad, a szed ki, és akár úgy, hogy metszólóval elvágod, vagy amivel lehet, és rakd egy kupacba. Az a kupacon el lesz. Na most, én nem tudom, hogy abból milyen növényzet fog úgy magától kijönni. Nem akarom hagyni a magától, mert egy másik helyen már hagytam, és
akkor kezdtem. Na most várjál, nem azt mondtam, hogy hagyni, hanem na én a következőt tenném, így mondom. Ami most kijön, azt kaszálnám, nem tudom, ahányszor szükséges, háromszor, négyszer. Fűmagot szórni a területre pedig augusztus táján kellene. A fűmag előbb-utóbb minden gazos területből, ha van a környéken fű, akkor magától is fűves terület lesz. Ha nincsen fű, akkor, vagyis hát egyébként is érdemes szórni. Na most, hogy milyen fű legyen az, az attól függ, hogy mennyire száraz vagy nedves az a terület. Ahogy kivettem a tiéd, elég nedves legyen. Abba nyugodtan szórhat sportfűmag keveréket. Megveszed a boltba, de nem kell olyan intenzíven, két utál előtte. Vagy azonnal akarsz szép füvet, jó, akkor mondom a másikat, egyetértek, én se is szeretném. Erről is írok a könyvembe, meg nagyon sokszor beszéltem, meg írok kérdésekre válaszolva. Tehát a 1000 négyzetméterre egy 2-3 kg, sőt még ha én 6000 négyzetméterre szórtam 2 kilós sportfűmag keveréket. Tehát töredékét 30-at, 20-at, 30-at, mit tudom én annak, ami elő van írva. Mert 4 deka per négyzetméter az előírás. Most nem számolom ki, hogy akkor 1000 négyzetméter, de kiszámolom, az 4 kilóval jól számolom. Ha ezt úgy akarnád szabványszerűen, de ahhoz talajerőkészítés kell, gerebjézés, hengerezés, újra gerebjézés, mindegy. Tehát ha azt javaslom neked, hogy mondom azt a dzsindzsát, ami előjön, az kaszáljad a nyár folyamán, és valamikor augusztus-szeptember tájba szórjál ki, hát fél egy kiló ilyen sportfűkeverék magot, és a következő évben megint csak kaszáljál, hát ahogy kívánja a terület, ha ilyen gyúsa növényzet ott van, akkor négyszer-ötször biztos, hogy szükséges lesz. Hát körülbelül lesz. Aztán ha a virágokra akarsz, akkor elmész az erdőre, mezőre, és gyűjtesz vadvirágmagot. Fűmagot is lehet gyűjteni, mert ezekben a fűmag keverékekben viszonylag kevés számú faj van. A helyi fajokkal bővíteni, erről sokat beszélek egyébként, meg írok kérdésekre válaszolva, tehát ezt lehet vele tenni. A mi területünk északi részén akácos van, ilyen kémelámmal, ez egy száraz terület, és ide az akác környékére mi az, ami ott jól működik? Vagy van-e egyáltalán ennek valami köze? Tehát maga, mint akácfa, úgy mit lehet ott? Tudni kell, hogy az akác kiírt maga arról mindent. Úgy hívják ezt, hogy allelopátia, a gyökere termel olyan anyagokat, amelyek más növények növekedését károlják. Gyakorlatilag akác alatt van egy fűféle, tehát magyarul csak a gyomnő, meg esetleg a bodza. Hát az akácot mindenképpen hasznosítanám, tehát nem tudom meg milyen vastag, meg milyen kor, meg mennyire öreg, de hát meg, hogy mekkora a terület, meg azon mekkora az akát, tehát ezt még a javaslat szintjén is többet kéne tudom erről. De mindenképpen az akázot vagy kivágod, és akkor még a sarját is kivágod.
vagy ha van valami szándékod vele, akkor, akkor megtartod, esetleg fölkajazod, hogy használható épület, ha mondom, nagyon lassan korhat, ha karónak vagy oszlopnak használod, de az el kell érni egy kort meg vastagságot. Én ezt szeretném használni, tehát nem kiirtani szeretném. Hát akkor, akkor csak hogy lőni, az alsó ágokat igyekez levágni, hogy ne legyen görcsös, meg mit tudom én, bár az olyan fa is használható, de olyan nagyon ne számítsál rá, hogy az a szélére esetleg bodzár megpróbálva szültetni, az még ugye el van az akázza. Van esetleg valamiféle távolság, hogy, hogy innen mi az a távolság, ahol van, már ültethetek például? Én azt mondanám, hogy fél árnyékkal legyen az a bodzár. Nem szereti a tűzi a nap. Mondjuk a száraz helyen is elég nehezen van meg a bodza, úgyhogy telepíted azt egy darabig öltözni kell. Jó, de mondjuk a bodzán kívül valamiféle kultúrnövény, tehát... Nem tudok sok jót mondani erről. De mondjuk azért nem 20-30 méterrel... Ja, nem benne, tehát hogy mellette, tehát ez a terület szélén van. Hát nézd, még egy dolog, az akác terjed is. Tehát a gyökereiből hoz sarjat, azt mindenképpen kaszálni kell, vagy, vagy még nyár első felébe ki is lehet mozgálni ott a kézzel. Tehát azt ne hagyj, hogy terjedjen, és hát mit mondjak neked, ha a tövétől egy olyan 5-10 méterre már telepíthetsz zöldségnövényeket, vagy gyümölcsfára. Jó, erre voltam kíváncsi, hogy jó. Akkor nem veszett a helyzet. Nem. Jó, oké, köszönjük. Igen. És egyébként, mivel az akár nem tudom, hogy nitrogéngyűjtő, nem lehet valami többfélét próbált ki. Elvileg jó lenne, csak az a gond, még ez mindegy, hogy többféle vagy nem, az akásznak a gyökere még ott van, még egy méterre is a törzsétől, és el fogja szívni a vizet, úgyhogy sokat kell majd öntözni akármi mindent szóta. A Gleviciának van-e valami ilyesmi hatása, mint az akásznak? A Gleviciának... Nem tudok róla. Nem hallottam ilyet. Sok fát diófáról a kezdel, de én azt hiszem, hogy nagyjából csak az akászra igaz. No, hát az is több kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, és...